Bőséges áldásodat árasz, add meg népetnek, hogy ajándékaidért mindig hálás legyen, a föld termékenységéből töltse be az éhezőket bőséges javakkal, hogy a szűkölködők és a szegények is dicsőítsék nevedet, Krisztus a mi úrunk által. Kedves vendégek, kérem fogadják szeretettel Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő asszony köszöntő beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy én is nagyon sok szeretettel köszöntsem Önöket. A lelkemre kötötték, hogy legyek nagyon rövid, mert igazából itt már mindenki azt várja, hogy elkezdődjön a felvonulás, és belevethessék magukat ebbe a második napba a Káposzta Fesztiválon. Annyit azért engedjenek meg nekem, hogy megjegyezzem, hogy itt volt lehetőségem képviselő úrral, polgármester úrral körbe sétálni a rendezvényen a mise előtt, és így is még egy ilyen borongós napon is látszott az, hogy itt elképesztő hagyomány, elképesztő közösség az, amit ez a fesztivál most már több mint két évtizede a magáénak tudhat. És azt gondolom, hogy ahol ilyen összetartás, ilyen erős közösségek, ilyen erős hagyományra építés van jelen, az azt jelenti, hogy az a közösség az jó bőrben van, az meg fog maradni, az erős marad a következő évtizedekre, évszázadokra is. Úgyhogy nagyon jó volt itt egy picit belekóstolni ebbe a világba, majd remélem, hogy szó szerint is lesz lehetősége még egy picit belekóstolni ebbe a híres vecsési savanyúságba. Egy picit már szinte tiszteletbeli vecsésinek érzem magam, ha mondhatok a szabad ilyet mondanom, mert már meg hagyományos módszerekkel igyekeztem gyalulni, fapapucsba beléptem, úgy tapostam is a káposztát, úgyhogy egy picit igyekeztem én is kivenni a részemet a mai mulatságból, forgatagból. Én tényleg köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és mindenkinek a mai napra nagyon jó feltöltődést és felhőtlen együttlétet, és persze napsütést és jó időt kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you.
Egyesületet egy nagy tapssal, elnökük Fazekas József, művészeti vezetőjük pedig Szabó Imre. Minden Káposzta Fest oszlopos részvevői, és ők a Heimat Melody színpadot is rendezésileg karban tartják, szervezik a programot. A Landesrat minősítő versenyen már többször elhozták a fesztiváldíjat, ezért idén ősszel majd egy hatalmas elismerésben is fognak részesülni. Úgyhogy nagyon nagy tapsot kérünk szépen még egyszer a Vecsési Hagyományőrző Zene Egyesületnek. Mögöttük szintén ismerős arcokat látok, a következő kocsi nem más, mint a termény áldásos kocsi, melyet Herr Attila vezet, a vecsési káposztafajták csodálatos díszként felgúlázva megtalálhatók rajta. Egy nagy tapsot kérünk Attilának is. És Frühwirth Ádámnak is. A következő hintó, díszintón Lázár Imre vezeti, és aki helyet foglal rajta, nem más, mint Angoly Ervin, aki gyergyószárhegyi testvérkapcsolatunk polgármestere Szárhegynek, és országgyűlési képviselőnk Szűcs Lajos. Egy nagy tapsot kérünk szépen nekik is, megkérnélek titeket, hogy fáradjatok fel a színpadra, foglaljatok helyet a tisztelt zsűri között. Egy gyönyörű négyes fogat, amely most ide gördül elénk, kedves nézőink, nem más, mint Dobrovics József VIP fogata. Üdvözölhetjük rajta polgármester urunkat, Szlahó Csabát és feleségét, Ágit, illetve Reinstettenből Sebastian Schrempf polgármester urat, gyermekeit és feleségét, Ursulát. Megkérjük őket is, hogy fáradjanak fel és szavazzanak. Egy nagy tapsot kérnék még egyszer Dobrovics Józsefnek, aki Vecsés egyik büszkesége, nagyon híres fogadhajtó, európai és világbajnokunk is. A következő díszküldöttség nem más, mint a Frühwirth Gábor által vezetett hintóból kiszáll majd Sárdi, Krisztina, Anna, Grassakovics, Antal német nemzetiség és kétnyelvű általános iskola igazgatóasszonya és Mihály atya. Őket is megkérnénk, hogy fáradjanak fel a színpadra. Egy nagy tapsot kérünk kedves vendégeinknek. A következő VIP fogadban pedig Tófavi Mónikát, a német nemzetiségi önkormányzat elnökasszonyát és Frühwirthné Halász Melindát, alpolgármester asszony köszönhetjük. Egy nagy tapsot kérünk nekik is. Akkor Vecsésen is párját ritkítja gurulerénk a Frühwirth családi gazdagság. Egy nagyon nagy tapsot kérünk a Frühwirth családi gazdaságnak. A traktort Frühwirth Péter vezeti, a család a káposzta útját egészen a magvetéstől a kész savanyú káposzta értékesítéig végzi és végig kíséri. Vecsés határában termelik meg az alapanyagot, amit ezután saját kisüzemükben savanyítanak. Egy nagy tapsot kérünk szépen a Frühwirth családi gazdaságnak. És köszöntjük Vecsés Tecsvérvárosában Reinstettenből érkezett vendégeinket is. Wir begrüßen recht herzlich unsere lieben Gäste und Freunde aus Reinstetten, die uns jetzt beim 21. Krauthaus besucht haben. A
Kulturverein egy német nemzetiségi kötődésű egyesület, amely a mai napig nagyon sok programmal gazdagítja a fesztivált, és ők voltak az elsők, akik ötletet adtak, hogy egyáltalán a Káposztafest létrejöjjön. Az egyesület tagjai minden évben sokat dolgoznak itt a feszten, és az összegyűjtött javakat mindig közhasznú célokra ajánlják fel. Egy nagy tapsot kérünk szépen nekik is, és a falusi német nemzetiségi óvodának. Az óvoda Katica csoportját láthatják, kedves hölgyeink és uraim. 27 gyermek jár ide, ők vegyes életkorúak, 3-tól 6 éves korig. Nagyon szeretnek játszani, énekelni, táncolni. Tavaly felléptek a Rétesevés rendezvényen, ahol nagy sikert arattak. A Káposztafest rendezvényen viszont most először vesznek részt. Nagyon nagy izgalommal készültek, szülőkkel együtt, hatalmas lelkesedéssel feldíszítették a csodás traktort. Egy virágos rétet szimbolizálnak. Egy nagyon-nagyon nagy tapsot kérünk szépen. És egy katicás csata kiáltással szeretnék köszönteni majd a zsűri tagokat. Hogo néni, Batai néni, Nagy Enikő, Eszényi Krisztina, Déri János, Erzsi néni. A csoportot gyalog kísérik, hogy az óvoda dolgozói is. És egy fantasztikus zenekar. Figyelem! Tájékoztatjuk a kedves utazóközönséget, hogy megalakult az első vecsési fapados légitársaság. A Káposzta Air. Első utasainkat egyenesen a 21. Káposztafesztre szállítottuk. Utasaink kényelméről MTZ-92 Belorusz típusú gépünk, két pilótánk, 26 sztjuárdeszünk gondoskodik. Légitársaságunk teljesen biztonságos, lezuhanástól senkinek sem kell tartania, hiszen gépünk nem fog felszállni. Azon utasaink, akik nem fértek fel repülőgépünkre, saját lábukon közelíthetik meg az általuk kiválasztott úti célt. Catering szolgáltatásunk mai napon önkéntes, és az Epres területén vehető igénybe. Reméljük, egy következő járatunkon önöket is utasaik között üdvözölhetjük. Egy nagy tapsot a vecsési Káposzta Airnek! Csodálatos repülőgépet szimbolizáló kocsival érkeztek a gyermekek. Stílusosan szebbnél szebb sztjuárdeszek várják a vendégeket, hogy csatlakozzanak a Káposzta Air járatához, amely végigrepít minket Epresfalván. Egy nagyon nagy tapsot kérünk szépen a kis turistáknak, akik végighordták az egész felvonuláson ezeket a nehéz kis bőröndöket, gumicsizmával, dacolva az idővel, az esővel, és nagyon hálásak vagyunk, és szerintem én mindenki nevében mondhatom, aki itt ül a színpadon, hogy a szeniorok, a nyugdíjas klub is mindig, minden egyes Káposzta Fesztiválon partnerek abban, hogy színes felvonulásokkal mindig díszítsék és emeljék a Káposztafest fényét. Egy nagy tapsot kérünk a 3-as számú nyugdíjas klubnak, melynek vezetője Tóth Kása Andrea, és egy személyautóra kapcsolt utánfutóval vonulnak most fel. Káposztás pogácsával is készültek a zsűri tagoknak, a Káposztafeszthez megfelelően. Köszönjük szépen, nagyon kedves gesztus. És az utánfutós szenior csapatnak, a 3-as számú nyugdíjas klubnak is nagyon-nagyon nagy tapsját. Ha megnézik, kedves nézőim, minnyájukon ott a vecsésiekre jellemző régi népviselet anyaga, a kékfestő, vagy kötényként, úgy látom, asztalterítőként, illetve még sálként, nyaksáként is, fejfedőnek pedig stílusosan egy káposztalevél pont megteszi így az esőben. Úgyhogy köszönet a pogácsáért is, azért is, amit minden évben megtesznek, hogy ide jönnek és jó kedvet varázsolnak az arcunkra. Köszönjük szépen! És uraim, egyszerű koreográfiákat most megtekinteni, mivel nincs szükség sem előzetes tánctudásra, sem táncpartnerre, így bárki, bármikor nyitott bárki számára a lehetőség, hogy csatlakozó hozzájuk. Bemutatójuk után, ha valaki kedvet kap, az bátran keresse fel Vecsésen Sátor Egyesületet, amely 2021 májusa óta otthont ad a Katarzis Senior Örömtáncnak. Vezetőjük Károly Kata, a produkcióhoz
Nagyon sok sikert kívánunk! Műsorát és Szőke András kísérő dalait is, de úgy látom következik. Bocsánat, a Katarzis Örömtánc műsorát nagyon-nagyon szépen köszönjük, és egy nagy tapssal gratulálunk Katának is, és minden résztvevőnek. Várunk vissza titeket, Károly Kata és csapata jövő évben is. Köszönjük! Hallják át, hallják át, az álláspontom az nem csak a 20 évesek a világ. Az úton még korosztál, benne néhány korosztály, a réte nyílik ezer szám a világ. Nem csak a 20 évesek a világ. És a refrény közös! Évesek énekeljetek, 30-asok, 40-esek, táncra keljetek, 50-esek, 70-esek, ti is jöjjetek, dalra fel, s énekeljétek. Nem csak a 20 évesek a világ, az úton még korosztál, benne néhány korosztály, a léte nyílik ezer szám a világ. Nem csak a 20 évesek a világ. A káposztás tízszer, fejkendőt és fejfedőt is előtt, fantasztikus madári esztőknek. Van, aki viccaljan érkezett, és mobil viccaljan. Egyszerűen a kitartásatokért és a kreativitásatokért ezer köszönet, és köszönjük szépen azt a munkát, amelyet végeztek. Thank you.
24. alkalommal lehetünk részesei. Szóljon a következő tánc a káposztáról. Segítséget szeretnénk kérni, mindenki tapsoljon! Ezt a számot csak úgy hívjuk, hogy az orosz.